Több olyan héber fogalom van az Ószövetségben, amelyet rendkívül nehéz értelmezni, illetve átfordítani, hogy annak értelmes jelentősége legyen. Többek között Hazel megemlíti az íber, héber szót, amely üvöltő lényt, lényeket jelent, megemlíti a síjim, amely sivatagi lakost jelent, vagy sivatagi démont jelent. Látható ezekből a héber fogalmakból is, hogy rendkívül nehéz értelmezni, illetve magyar nyelvbe átültetni, hogy a proféták mire gondolhattak, amikor ilyen lényeket próbáltak leírni. Természetesen a szövegkörnyezetet kell alapul vennünk, de viszont nem mindig ad nekünk a szövegkörnyezet olyan értelmes magyarázatot, hogy értelmezni tudjuk ezeket a szavakat, fogalmakat, illetve lényeket. Tehát Hazel azt mondja, hogy van a háromdimenziós világunk, és van egy másik dimenzió, amelyben ezek a lények, sokan azt mondják, szellemi lények élnek, és mi emberek, a földi ember ezt, őket nem láthatja. A Biblia is ír erről. Mielőtt tovább mennénk, nézzük meg a két nagy csoportot, tehát a szellemi lényeket, amelyekről a Biblia beszél, illetve magát az embert. Az ember az héberül Adamát jelent, vörös földből valót, és valójában az Ószövetségben a Genesiszt, amikor olvassa az ember, Ádám van írva héber nyelven, akkor mindig ezen a bolygón lévő emberre gondol. Ez az ember, vagy ez a lény, akik mi vagyunk, Isten képmására van teremtve, és Isten saját kezével formálta meg. Érdekes módon az összes többi lényről maga a Szentírás nem ezt mondja. Nem hangsúlyozza sem azt, hogy Isten a kezével formálta volna meg őket, sem pedig azt, hogy Isten hasonlatossága lennének ezek a szellemi lények, vagy ezek a lények. Az egyik csoportban próbáljuk összegyűjteni az angyalokat, az angeloszokat, ahogy a görög mondja, vagy a héber, ahogy mondja a melek az királyt is jelent, uralkodót, tehát a melek, vagy angelosz, ahogy a görög fordította át a héberről görög nyelvre, és ezek az angyalok, említettük, hogy az elsődleges értelmezése a hírvivők. Zárójelben mondtam, hogy postások, akik a hírt közvetítik, hozzák, viszik a menny és a föld között. Erről a szolgálatról nem sokat mond a Biblia. Az angyalok, a teológusok nagy többsége elismeri, hogy szellemi lények. Tehát nem láthatóak, és nincs fizikai testük, azaz nem szén alapú szervezetről, vagy lényről, testről beszélünk. Van egy nagyon érdekes leírás a Bibliában róluk, hogy képesek emberi, szén alapú fizikai testet is ölteni, és nem egy ilyen történet van, vagy eset van lejegyezve az Ószövetségben, sőt, még az Újban is. Ha a másik oldalra az embert tesszük, akkor az ember fizikai lény, szén alapú, amely nem örök. És a harmadik az, hogy szellemi tartalommal is meg van töltve. Azaz, hogy tud gondolkodni, tud beszélni, és értelmes lények vagyunk. Tehát a különbség az ember és a más lények között, amelyet Isten teremtett, ez. Ezek a legfontosabb különbségek. Vannak más különbségek is, de most arra ne térjünk ki. Tehát Hazel azt mondja, hogy ezeket a lényeket, mivel szellemi lények, sőt, a Biblia is hangsúlyozza, mi nem láthatjuk. Egy másik dimenzióba élnek. Amikor a bűneset megtörtént, akkor az ember bűnbe esett. És attól a pillanattól kezdve az ember nek a teste fizikailag és szellemileg is teljesen más lett a bűnnek a következményétől. És ezért nem láthatók ezek a lények. Más idegen galaxisokban is élnek értelmes lények, akiket Isten teremtett az ember teremtése előtt.
Mielőtt tovább mennénk a démonokhoz, szeretnék még egy rendkívül fontos információt elmondani lábjegyzetként. Ez pedig az úgynevezett Lilith. A Lilith az utóbbi időben nagyon sokan, akik sem nem olvassák az ógörög és az óhéber nyelvet, hanem az internetről különböző információkat próbálnak összegyűjtögetni, és azt mondani, hogy a Lilith volt Ádámnak az első felesége, akkor ez nem igaz. Azért nem igaz, mert ez egy zsidó mitológia. Ez a történet magában, a Tanakban, a zsidó ószövetségben nincs benne. És sokkal később keletkezett, mint ahogy Mózes könyvét megírták. Lilith a zsidó hagyomány szerint, illetve a zsidó mitológiai szerint egy démon, egy nő. És innen kezdődik az a félreértés, amit napjainkban oly hülyen szeretnek hangsúlyozni, hogy Ádám első felesége volt. A zsidó hagyomány szerint valóban azt mondja a mitológia, hogy Lilith volt Ádám első felesége, de mivel nem akarta a felesége és a házassági kötelességeit teljesíteni, ezért Ádám eldobta vagy elküldte magától. És Lilith a mitológiai szerint felháborodott ezen, kiment a sivatagba, és ettől kezdve fiú gyermekeket kezdett magához venni, azaz ellopni és megölni, feláldozni. Tehát egy démonról van szó. Maga a Lilithnek a szimbóluma egy bagoly. A bagoly az pedig egy madár. A Lilith egyetlen egyszer fordul elő az Ószövetségben, és akkor is bagoly képben írja le a próféta, hogy a sötét éjszakába víjog, vagy sikoltozik. És ettől az emberek féltek. Tehát éjjel. Ez a Lilithnek a története. Ha az Ószövetséget nézzük, az Ószövetségben azt a fogalmat, hogy démon, nem fogjuk megtalálni. Különböző ószövetségi vagy óhéber szavakat használnak a bukott angyalokra, vagy olyan lényekre, amelyek rosszat akarnak, vagy az emberiségnek a rossz akarói, és az emberiség ellen dolgoznak és működnek. A démon szó, vagy daimon szó, az egy görög fogalom, vagy görög szó, és először Septuaginta, vagy a 70-ek fordításában találkozunk ezzel a fogalommal. Nem tudták átfordítani azokat a héber szavakat, amelyek a bukott lényekre, vagy az úgynevezett gonoszokra, démonokra alkalmazott az Ószövetségben a héber proféták, ezért a görög mitológiából, a görög nyelvből próbáltak átültetni egy hozzá hasonló fogalmat, mint a daimont, és innen ered, vagy innen származik a mi démon szavunk, vagy fogalmunk is. Az ógörög mitológiában a daimonok azok elejében kisistenek voltak, tehát az istenektől alacsonyabb rendűek voltak, és jóknak írták le őket. Viszont, hogyha az Ószövetséget eredeti óhéber nyelven olvassuk, akkor azok a lények, akik elbuktak, akik kiestek, vagy kiüldözték őket a mennyből a lázadás miatt, nem démonoknak írja le, hanem más fogalmakat használ az ószövetségi szerző, vagy proféta ezekre a lényekre. Amint láttuk, az Új és az Új Szövetségben különböző fogalmakat alkalmaztak, illetve különböző szavakkal próbálták leírni, vagy körülírni azokat a lényeket, amelyeket a Bibliában olvasunk, illetve amelyeket Isten teremtett. Hogy megnézzük, hogy az Ószövetségben az óhéber, és az Új Szövetségben az
ógörög nyelv milyen fogalmakat alkalmazott ezekre a jelenségekre, illetve ezekre a lényekre, akkor több olyan óhéber szót kellene megismernünk, illetve elemeznünk, amely ezzel a témakörrel foglalkozik az Ószövetségben. A már említett Lilitről beszéltünk röviden, de van egy másik fogalom, egy másik szó, amelyet az Ószövetség pár alkalommal alkalmaz mindössze, ez pedig Azázel. De akár meg lehetne említeni az Ószövetségből az óhéber deler, a keteb, a resep, a barad szavakat is. És a pahad lájla. Azonban van egy másik csoportosítás, hogyha a demonológiát nézzük a Bibliában, ez pedig az állati démonok. Ezekre a héber szavakra is nagyon nehéz magyar, illetve angol megfelelőt találni, és éppen ezért a fordításokban néha olyan mitológiai állatokként fordították le, amelyekkel a mitológiában találkozunk. De ezeknek a fogalmaknak valójában semmi közük nincs a pogány, vagy az úgynevezett görög, egyiptomi, vagy közel-keleti, sumér, babiloni, római mitológiákhoz. Ilyen óhéber fogalmak például az aluka, a serap, és különböző lényeket is megemlít az Ószövetség, a serim siim, az óm, a benot, iim, a tanim, leviatán. Van a harmadik kategória, amely lényekről beszél, vagy lényként ír le valamit, vagy próbál körülírni. Héberül az egyik a mavet, a debarbel jál, a meleg balaot, a repamit, a hes, és valamint említ egy hét gonosz szellemet. Látható az, hogy az óhéber nyelv különböző kategóriákba próbálja csoportosítani azokat a lényeket, amelyeket az Ószövetség megemlít, illetve megpróbál magyarázni vagy értelmezni. Ne feledjük azt, Isten teremtette őket, de nem gonoszként. Visszatérve a történethez, amelyet Márk evangélista írt le az 5. fejezetében, amikor egy démonoktól megszállott férfi rohan Jézus elé és a tanítványai elé, hogy őt majd megöli, de amikor odaért, mint tudjuk, leborult előtte, és könyörgött, imádkozott Jézushoz. És utóbb megtudtuk azt is, hogy démonoktól volt megszállva. Itt kell megemlítenünk, hogy az Ószövetségben több olyan esemény sorozat van lejegyezve, amelyet még a történelem is feljegyzett, vagy a történészek is megemlítenek, de nem tudnak rá érthető magyarázatot adni. Egy ilyen példa, amikor az asszírok megtámadták Izrael északi tartományát, a 10 törzset, és egy éjszaka 185 ezer asszír katona meghalt. Mi történhetett azon az egy éjszakán? A történelem és a tudomány több különböző értelmet, magyarázatot ad erre az eseményre,